a világban sikeres formáját. Ez azt jelenti, hogy a kormány nem akart tárgyalni az eddigiekben sem, most úgy alakítja át ezzel a törvénnyel a rendszert, hogy nem lesz tárgyalás. Amit Alacki képviselő úr mond, hogy a kormány részt vesz ebbe a tripartid rendszerben, tárgyal a másik két féllel, aztán visszavonul tudathasadásos módon önmagával is tárgyalni. Tessék beleképzelni, mindegyik fél a tripartid rendszerbe ugyanezt teszi. Mert ott háromszögbe tárgyalnak, aztán hátra mennek, és a többiekkel mindenki megbeszéli, hogy ameddig eljutottak, az vállalható, vagy nem vállalható. Úgyhogy ez nem csak a kormány oldalnak a sajátossága, hanem minden egyes résztvevőnek, pont ezt hívják tárgyalásnak. Az, amit ön gondolt az autonóm testületről, erről a nemzeti tanácsról, hogy konszenzus fog kialakulni, mitől, képviselő úr, mitől? Eltérő érdekek vannak, és azok csak tárgyalással, egyeztetéssel juthatnak valami megegyezésre. Tehát önök olyan mértékben felhígították ezt a tanácsot, hogy a lényegi kérdésekről képtelenség lesz megegyezni, úgyhogy sajnos elvesznek egy fontos területet az országtól. Tisztelt képviselőtársaim, visszatérünk az előre bejelentett felszóló köréhez. Megadom a szót Kupcsok Lajosnak, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, nehéz lesz a vita harmadik órájába újat mondani, de szerintem fogok. Majd ott külön megállnék, amikor ezekhez a részekhez érek. Azzal kezdeném, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló javaslat a párbeszédet, a stratégiák megvitatását, a konszenzus kialakítását kívánja elősegíteni nemzetgazdasági és társadalmi kérdésekbe, figyelemmel az uniós tapasztalatokra, alapelvekre is. A jelenlegi központi egyeztetési fórumok párhuzamosan működnek, egymás feladatait is átfedik, ez eddig senkit nem zavart. Az OET, a GST és a GEF összevonását célozza a javaslat, megteremtve a működés törvényi szintű szabályozásának alapjait. A tanács kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti stratégiák, a gazdaság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek megvitatására, a gazdasági fejlődés az ahhoz illeszkedő szociális modellek kidolgozásának, megvalósításának elősegítésére jön létre. Úgy, hogy közben független a kormánytól és az országgyűléstől. Ahogy többek részéről elhangzott, konzultációs javaslattevő és tanácsadó testület. A tanács feladatainál, az almakörte problémakörnél azért álljunk már meg egy szóra. Ez a konzultációs javaslattevő és véleményező feladatok egész széles körét tartalmazza a törvényjavaslat. Foglalkoztatáspolitikai kérdések, munkaerőpiaci kérdések, jövedelemelosztási kérdések, kormányzati stratégiai kérdések. A vállalkozásokat, a foglalkoztatást, a társadalom széles körét érintő tervezett kormányzati intézkedések, jogszabályok hatásvizsgálata, hogy csak néhányat említsek. A tanács tagjai kapcsán egy nagyon érdekes vita alakult ki, és itt szeretnék néhány olyan gondolattal hozzájárulni a vitához, ami nem hangzott el ellenzéki képviselők részéről sem. Messze menően osztom Aracki és László képviselőtársaimnak a véleményét, nem lehet a régi bi vagy tripartit felosztásban gondolkodni. És ezt az állítást a gazdaság képviselőinek összetételével szeretném aláhúzni, és várom majd az ellenzéki képviselőtársaknak a reakcióját. Az országos érdekegyeztető tanácsból hiányoztak a kamarák, a gazdasági kamarák. Kik ezek a gazdasági kamarák? 1995 és 2000 között, amikor kötelező volt a kamarai tagság, önmagában a munkaadói oldalt, hangsúlyozom a kötelező tagságnál fogva, önmagában a munkaadói oldalt legitimálta volna az országos érdekegyeztető tanácson belül. Intézményesen nem vettek részt a kamarák ebbe. Ellenzéki képviselő társaim részéről nem hangzott el egész egyszerűen ennek a hiánya. De hogyha megnézzük napjainkat, az önkéntes gazdasági kamaráknak az összetételét, fajsúlyát, a gazdasági súlya meghaladja a gazdasági érdekképviseleteknek, a munkaadói gazdasági érdekképviseleteknek külön mért gazdasági súlyát. És nincs benne az országos érdekegyeztető tanácsba. Kedves ellenzéki képviselő társaim, önök közül három óra alatt senki egyetlen egyszer erre nem hivatkozott. Sem a kötelező tagságú, sem az önkéntes tagságú modellre. Tehát úgy gondolom, hogy a tanács tagjainak kibővítése a gazdaság képviselői vonatkozásában igenis rendkívül fontos. Tudomány képviselői. Szerintem
kicsi ez a Magyarország, úgy nagyjából az elmúlt 10 évben mi azonos helyekre jártunk vállalkozói fórumokra. Szintén várom az ellenzéki képviselőtársaimnak a cáfolatát, hogyha rosszul mondom. Hallottak-e olyat, hogy a tudomány és a gazdaság kapcsolatát erősíteni kell? Hallottak-e olyat, hogy a tudomány és a vállalkozások kapcsolatát erősíteni kell? Hallottak-e olyat, hogy a magyar gazdaságban és a magyar vállalkozások fejlesztésében alig kap szerepet a tudománynak a különböző vívmányai, előrelépései, elemzései? Hallottak-e arról, hogy az egyetemeknek, a tudományos élet képviselőinek nincs semmi intézményes kapcsolata a magyar gazdasággal? Hallottak ilyet? A javaslat ugyanakkor biztosítja a folytonosságot, amikor rögzíti, hogy a tanács tagjának kell tekinteni a gazdaság képviselői és a munkavállalói érdekképviseletek között azokat, amelyek a törvény hatályba lépésekor az OJT tagjai voltak. A tanács működéséből kiemelem, hogy a napirendjére kerülő ügyekben konzultációt folytat, véleményt nyilvánít, állást foglal, javaslatot tesz, ajánlásokat fogad el, és saját működéséről határozatokat hoz. És van egy nagyon fontos eszköze, és önök ezt nem mondták, a nyilvánosság. Miért kerülik el a nyilvánosságnak a fogalmát, illetőleg a jelentőségét? Az oldalak megfogalmazhatják a saját álláspontjaikat, kifejthetik a véleményüket. Ennek a nyilvánosság eszközeivel érvényt, erkölcsi súlyt, gazdasági súlyt, ha úgy tetszik, politikai súlyt tudnak szerezni. Miért nem említették a nyilvánosság szerepét? Köszönöm szépen. A következő felszólaló Kaufer Virág, az RMP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy mondat erejéig visszautalnék polémiámra Aracki képviselőtársammal a 10 munkatörvénykönyvének, ahogy ön is mondta, 17. paragrafusára utalandó. Van egy nagyon fontos különbség az önök előterjesztésében, ami a munkatörvénykönyvében ezután, ha ez elfogadásra kerül, nem fog szerepelni. A jelenlegi munkatörvénykönyve szöveg szerint a kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsa van lezajlott viták és konklúzió alapján hozza meg a minimum bérre vonatkozó rendeletét. Az új szöveg szerint a kormány meghozza a minimum bérre vonatkozó rendeletét, anélkül, hogy akár még az önök által létrehozott Nemzeti Gazdaság és Társadalmi Tanácssal való egyeztetést is figyelembe kéne vennie. Azt gondolom, hogy ez egy óriási különbség, és bizonyítja azt is, hogy ez a tanács, ez a sóhivatal nem fogja tudni helyettesíteni az Országos Érdekegyeztető Tanácsot semmilyen formában akkor, hogyha Schiffer képviselőtársam által elmondott érdekegyeztetésről beszélünk, és nem csak konzultációról, amikben önök nagyon ügyesek és gyakorlottak, amint tudjuk. Röviden összefoglalnám azokat a gondolatokat, amikben mi kritizáltuk az előterjesztést, és ami miatt sajnos ebben a formában nem fogjuk tudni támogatni, csak akkor, hogyha módosító javaslataink, amely az Országos Érdekegyeztető Tanács fenntartására vonatkoznak, azok támogatásra lelnek a kormány oldal által. Tehát miről is beszélünk? Arról beszélünk, hogy ez az előterjesztés tulajdonképpen felcserélni az Országos Érdekegyeztető Tanácsot a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal. Egy olyan, és ezzel tulajdonképpen hozzányúlna, és komolyan megcsonkítaná a Magyarországon működő érdekegyeztetés rendszerét, amelyet egyébként az ENSZ munkaügyi szervezete által is példaértékűnek lehet nevezni. Mi avval nem vitatkozunk, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsot meg kell reformálni, modernizálni kell, bővíteni kell. Én önöktől nem hallottam a mai nap folyamán semmi olyan érvet, amely a tripartit rendszer felhigítása, felvizezése mellett szólna. Mindazok a szempontok, mindazok az érdekcsoportok, akiket önök felsoroltak, mint hiányzó érdekcsoportokat, vagy munkaadóként, vagy munkavállalóként részt vehetnek az Országos Érdekegyeztető Tanács munkájában. A kamarák is épp úgy, mint a civil szervezetek vagy az egyházak, attól függően, hogy a munka világának mely aspektusában vesznek részt. És az, hogy a tudomány és a gazdaság párbeszédét a munka világának szakmai kérdéseket, gyakorlati kérdéseket megvitató és rendező, érdekegyeztető fórumán belül kell elintézni, ezzel kapcsolatosan komoly kételjeim vannak. Elhangzott Comba államtitkár úrtól a bizottsági ülésen a hétfői napon, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácssal az is probléma volt, hogy a társadalom egy túl szűk köre döntött nagyon fontos kérdésekről. Visszakérdeznék, a munka világának mely szereplői nem voltak jelen az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, hiszen jelen voltak a munkavállalók, a munkaadók és a kormány egyaránt.
azt gondolom, hogy azon lehet vitatkozni, hogy vajon a szakszervezetek minden munkavállaló képviselve volt-e az Országos Érdekegyeztető Tanács jelenlegi formájában vagy sem. Minden munkaadó képviselve volt a jelenlegi érdekegyeztető tanács formájában sem. Ezen lehet vitatkozni, de azon, hogy szűk körben, hogy ez a szűk kör nem fette volna le a munka világát, azon biztos, hogy nem. Az is elhangzott, mind a médiából értesültünk, mind az előterjesztésből, hogy önök az észak-európai modellt egy latin modellre kívánják cserélni ezzel az új rendszerrel, és így tulajdonképpen egy latin vagy a dél-európai országban működő egyeztetési modellt honosítanának meg Magyarországon. Sem nekünk, sem más elemzőknek nem sikerült azonosítani azt a latin modellt, amelyet önök itt létre kívánnak hozni, ugyanis minden dél-európai országban létezik a tripartit modell, különböző, ahogyan önök is mondták, nemzeti sajátosságukra adaptálva, de az, hogy a kormány egyeztet a munkaadókkal és a munkavállalókkal olyan alapvetően fontos kérdésében, mint a minimálbér és a többi, amelyekről itt beszéltünk az elmúlt órákban, ez minden vagy dél-európai országban létezik, és ez tehát nem azonos azzal, amit önök itt létre kívánnak hozni. Bizonyos szintig még Schiffer képviselőtársammal is vitatkoznék, hogy vajon ez a rendszer, amelyet létre kívánnak hozni, és amelyben a kormány egyfajta önhatalmulag döntéseket hozhat alapvető kérdésekben, hogy ez korporatív rendszere vagy sem. Az is lehet, hogy ez még egy korporatív rendszernek sem felel meg, hiszen az, hogy mi történik ebben a testületben, ebben a tanácsban, az tulajdonképpen irreleváns abból a szempontból, hogy a kormány utána milyen döntéseket fog hozni ezekben a kérdésekben. Még egy kérdést feltennék, és ez pedig a munka világának morális kérdéseire vonatkozó kérdés lenne. Többször hallottam már azt, mind a szociálpolitikai kérdésekben, mind a munka világára vonatkozó kérdésekben, hogy itt vannak morális kérdések, lehet arról beszélni, hogy vannak lusta emberek, és vannak szorgalmas emberek, és hogy igazából mindenkit arra kéne nevelni, hogy dolgozzon, és ne lopja a napot. Én szeretnék egy konkrét kérdést hallani önöktől, amely például az önök által is említett közmunkaprogramban morális kérdésnek nevezhető. Én ilyenről még nem hallottam, részt vettem a közmunkaprogramokkal kapcsolatos vitában, jó magam is jártam az országot, és beszéltem minden érintettel, illetve nagyon sok érintettel, akik a közmunkaprogramot működtették, vagy abban részt vettek. Morális kérdésekre én nem leltem, igazából olyan kérdésekre leltem, amelyek a gazdasági ösztönzőkre utalnak arra, hogy érdemes-e dolgozni, hogy úgy működik-e a szociális rendszer, hogy az munkára ösztönözze az embereket, vagy sem, de morális kérdésekről én nem hallottam. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni, amit nagyon fontosnak tartok, és ez pedig sajnos az elmúlt év során is többször a kormány szemére kellett vetni. Önök párbeszédről beszélnek, de valójában nem csinálnak más, mint utasítgatják a társadalmat. Ahogy Schiffer képviselőtársam is mondta, a szakszervezetek sorra szervezik a tüntetéseket, a mozgolódásokat az utcákon, és biztosan önök is értesültek, hogy a holnapi nap folyamán egy országos akcióba kezdtek a szakszervezetek, forgalomlassításról lesz, és rendezvényekről több megyei jogú városban is, és így Budapesten is. Jogosan mondhatják azt, hogy nem értik azt a jó szándékot, ami az érdekegyeztetés reformjával kapcsolatosan, a munka világának különböző aspektusaival kapcsolatosan önök igyekeznek elérni. A szakszervezetek nem értik, és nem kívánnak önökkel párbeszédet folytatni, esetleg nem akarnak nem kíváncsiak új megoldásokra, csak a régi nótát fújják. Az a baj, hogy a párbeszéd és az utasítgatás között a konzultáció és a valódi részvétel, társadalmi részvétel között óriási különbség van. És ezt önöknek föl kéne ismerni, és föl kéne ismerni azt, hogy önök azok, akik szembe mennek az autópályán, önök azok, akik fordítva ülnek a lovon, és ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Ahogyan Schiffer képviselőtársam is elmondta, ha a kormány és a társadalom szembefordul egymással, annak jó vége nem lesz, az igazából valószínűleg egy csúnya bukáshoz fog vezetni. Köszönjük szépen! 2 perces felszólásra megadom a szót Gurnándornak, az MSZP képviselőjének.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kupcsik képviselőtársam feltett néhány kérdést. Nem az ő kérdéseire akarok feltétlen módon válaszolni, de azért érinteném azt, amit ő mondott. Kamarák. A kamarák köztestületek. Nem munkaadói érdekképviseleti szervezetek, hanem köztestületek. A kamarák, mint köztestületek, egyébként nagyon fontos szerepeket játszanak ma is a munkavilágát érintő kérdésekben, mondok néhányat. A Regionális Fejlesztési Képzési Bizottságban társelnöki szerepet adnak a kamarák, abban a bizottságban, amely a munkavilágát meghatározó módon annak az előszobájában a képzések ügyeinek a sokaságával foglalkoznak. A kamarák a regionális fejlesztési tanácsokban jelen vannak, ahol mondjuk a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek nincsenek jelen. Tehát szeretném jelezni, hogy a kamarák megítélésem szerint nagyon sok tekintetben és nagyon sok helyen helyesen jelen vannak, és a befolyásukat tudják is érvényesíteni. De szeretném azt is jelezni, a kamarák köztestületek és nem munkaadói érdekképviseleti szervezetek. Nyilvánosságra hivatkozott képviselőtársam, hogy azzal miért nem foglalkozunk. Hát tudja, azért nem, mert azt látjuk, azt tapasztaljuk az elmúlt esztendőben, hogy a nyilvánosság, a korlátok közé szorított nyilvánosság, az bizony nem ugyanaz a terep, mint ami normális keretfeltételek között kellene, hogy működjön. És hát az utolsó gondolatok egyike az, hogy nyilván a kormány kivonulása a tripartit rendszerekből és a döntés magához való vonása, ez nem más, tényleg úgy van, ez gittegyletesítés, ez sóhivatalosítás, ez ilyen folyamatokat jelent. És nem véletlen, hogy megjelennek a úgymond bohóc forradalmak, ahol visszamenőleges visszavonást helyeznek kilátásba, úgymond a megszerzett mandátumokat érintően, és ez még csak a kezdete a folyamatoknak, meggyőződésem szerint. Köszönöm szépen a türelmet, elnök úr! Rendes felszólása következik. Józsa István, az MSZP képviselője, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyeltem, hogy mikor kapok lehetőséget rendes hozzászólásra. Tehát így pontosan a harmadik óra után, a negyedik órát elkezdve a vitában, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat vitája során a kormányoldal képviselői egyetlen szóval nem tudták indokolni a tripartit rendszer megszüntetését. Tehát azt, hogy miért nincs szükség a továbbiakban az országos érdekegyeztetési tanácsra, a gazdasági és szociális tanácsra és a gazdasági érdekegyeztető fórumra. Amit leírtak a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról, amit a most már jelenlem lévő Kupcsok Lajos képviselő társam olyan sejtelmesen feltesz nekünk kérdést, hogy hallottunk-e már a tudomány szerepéről a gazdaságban, vagy hallottunk-e már a kamarák szerepéről. Jelentem, nagyon fontosnak tartjuk. És ha erről az oldalról nézzük, akár még hasznos is lehet egy ilyen nemzeti gazdasági és társadalmi tanácsnak a létrehozása, csak nem arra a célra, nem a tripartit rendszer helyett. Tehát, hogyha akarnak egy ilyen nagy nemzeti konzultatív testületet, azt meg lehet kísérelni. De olyan kockázatot vállalni, hogy ezzel egy lépésbe megszűnjön a társadalmi érdekegyeztetésnek a korábban, nem csak nálunk, más országokban is működő rendszere, túlzottan nagy kockázat. Különös tekintettel arra, hogyha nézzük az önök tárgyalási gyakorlatát, egyáltalán hogyan állnak hozzá az ország működéséhez? Hogyan terjesztik ide az országgyűlésbe a törvényeket? A tavalyi évben, de még erre az évre is jellemző, nem a kormány hozta ide a törvényeket, amit leegyeztetett volna a kötelező jogalkotási törvény szerinti menetrendben, és nem csak a társadalom szereplőivel, hanem a kormány különböző minisztériumaival, szakágaival. Nem voltak ilyen egyeztetések. Önök bevezették azt a rendszert, hogy országgyűlési képviselők fejedelmi jóváhagyás után behoznak ide előterjesztéseket, és egyszerűen átnyomják, átverik a parlamenten. Tehát van előzménye annak az aggodalomnak, amit mi itt ellenzéki oldal kifejtettünk,
hogy önök be akarnak hozni egy ilyen hatalmas, nagyra feldúzasztott nemzeti tanácsot, és mire fogják ezt használni? Arra, amire a tripartit rendszer működött, nem csak, hogy nem fogják használni, hanem nem is lehet. Ennek egyik oka a túlzott és nagyon sokoldalú összetétel, a másik, hogy kivonul a kormány. Ez egy sarkalatos pont. Tehát ez a tárgyalások megszűnését jelenti. Orbán Viktor nem szeret tárgyalni, ő dönteni szeret, harcolni szeret, és a saját képére, a saját karakterére akarja szabni az ország intézményrendszerét. Ez egy jelen szituációban megoldható az ő részéről, mosolyognak kormányoldali képviselőtársaim, csak nem biztos, hogy jó lesz. És nem csak nekünk nem lesz jó, önöknek se lesz jó. Tehát az, hogyha megbomlik egy társadalomban az összetartozás szövete, hogyha megbomlik az egyeztetésnek a rendszere, hogyha a kormányoldal a lakosság 35%-ának szavazatára épülő felhatalmazás alapján, mert a lakosságnak 35%-a szavazott önökre, ilyen hatalmi politikát folytat, mint amit önök itt bő egy év alatt bemutattak, abból az következik, amire már utalt képviselő asszony, a holnapi tiltakozások sorozata, és félő, hogy nem ez lesz az első. Ne tessék félreérteni, ennek mi önmagában nem örülünk. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ilyen feszültségeket visznek a társadalomba, és ahelyett, hogy megtalálnák a módját, amire példa volt ebbe az egyeztetési rendszerben, hogy az ellenérdekű felek számára kielégítő megoldásokig jussanak a tárgyalások, ehelyett önök legyőzni akarják az ellenfelet, és törik, recsek, ropog az egész. Lehet, hogy százezres tüntetések lesznek, ami nem hiszem, hogy közelebb visz bennünket a megoldáshoz, legfeljebb önöket a kiózanodástól. Tehát vagy visszavonják ezt az előterjesztést, és biztosítják, hogy létrejöjjön az eddigiekben működőképes társadalmi értekegyeztetés, vagy nem szüntetik meg az előzőt. Ha ebbe a formába marad, annak beláthatatlan negatív következményei lesznek, és nem szeretném, hogyha ezek az aggodalmak valóra válnának. Tehát jobb lenne, ha kicsit beszállnának önök is a jogalkotásba, törvényalkotásba, gondolkodásba, nem csak a leírt propaganda anyagokat olvasnák, hanem próbálnának konzultálni a választóikkal, nem csak klisékbe gondolkodnának, hanem véleményekbe, és akkor talán közelebb tudnánk jutni egy olyan intézményrendszerhez, ami nem csak szabadságharcból áll, és nem csak kísérlet jelleggel hoz létre olyan autonóm testületet, jelen esetben a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, ami több mindenre alkalmas lehet, de arra, amit leváltani hivatott, arra biztos nem. Tehát nyomatékosan kérem a többségi oldalt, hogy gondolja meg, vagy vonja vissza ezt, vagy hagyja életben a tripartit rendszert. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt képviselőtársaim, megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, így megkérdezem Becsei Zsolt államtitkárurat, kíván-e válaszolni most a vitában elhangzottakra? Nem kíván, így az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot T.P.R. 3415-ös számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T.P.R. 3415 per 2-es és 3-as számon megismerhették.
Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának, 20 perces felszólalási időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Vidékfejlesztési Minisztérium elkötelezett a magyar termelők piaci helyzetének javítása a piaci koordináció fejlesztése iránt. E célok elérése érdekében a kormányzat Európai Uniós mintára megkívánja teremteni az e feladatok ellátásában kulcsszereplő szakmaközi szervezetek hatékony működésének feltételeit. Ennek megvalósítása érdekében az agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat első helyen az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi 16. törvényt módosítja. Az előterjesztés célja, hogy Magyarországon Európai Uniós mintára teremtsük meg a szakmaközi szervezetek létrehozásának lehetőségét az agrárágazat azon területein, ahol a piaci szereplők piaci kiszolgáltatottságuk csökkentése miatt ezt igénylik, illetve szabályok ezt lehetővé teszik. A szakmaközi szervezetek azzal az elsődleges céllal jönnek létre, hogy a termékek termelésének és forgalmazásának fejlesztését előmozdítsák, valamint elősegítsék a piac szereplői között az információ áramlást, ezzel is növelve a piac átláthatóságát. Működésük a gazdaság szereplőinek önszabályozásán alapul, melynek során a termelői, feldolgozói és kereskedői oldal eredményes együttműködése a közösen meghozott szakmaközi megállapodásaik teszik lehetővé a hatékony piacszervezést, hosszú távú, stabil árak mellett magas minőségű színvonalat és élelmiszerbiztonságot nyújthatnak a fogyasztóknak. A törvény módosítása a zöldség-gyümölcs ágazat számára megteremti annak lehetőségét, hogy az Európai Unió által meghatározott területen és témákban a szakmaközi szervezet az ágazatot érintő probléma észlelését követően rögtön reagálva közvetlenül érvényesíthesse az ágazat igényét kielégítő piacszabályozó törekvéseket. Ezt a szakmaközi szervezet saját tagjaira vonatkozó szabályok előírásával teszi meg. Amennyiben a piacszabályozó eszközök alkalmazása az ágazat szempontjából hosszabb távon szükséges, úgy az Európai Unió lehetővé teszi, hogy a tagállam e szabályokat kiterjessze a szakmaközi szervezetben tagsággal nem rendelkező piaci szereplőkre is. Az így módon történő piacszabályozás területeit és jogi korlátait is közvetlenül alkalmazható közösségi jogszabály határozza meg. Hazánkban a zöldség-gyümölcs ágazatban a szakmaközi szervezetek jelen szabályozással megteremteni kívánt kiterjesztő tevékenységének erős alapot nyújt az Európai Unió szabályai szerint működő termelői szerveződések meglévő rendszere. A szabályozásba bevonni kívánt másik ágazat a szőlőborágazat, ahol a létrehozni kívánt szakmaközi szervezet a közösségi jogszabályokban meghatározott intézkedések végrehajtásával kívánja az ágazat szereplőinek piaci biztonságát megteremteni, a piaci kiszolgáltatottságot a minimálisra csökkenteni. A borágazat piacfejlesztési tevékenységének szervezését a termelőkhöz leginkább közel álló szakmaközi szervezet hatékony és eredményes módon képes megszervezni. Amennyiben a szakmaközi szervezet erre vonatkozóan döntést hoz, abban az esetben szükséges biztosítani a tevékenység végzéséhez szükséges források közvetlen rendelkezésre bocsátását. Így a szakmaközi szervezet saját döntése alapján a forrás önálló és felelős felhasználásával fogja elvégezni a jogszabályok szerinti marketing tevékenységeket. Az ágazat szereplőinek kötelező mértékű befizetéseinek növekedését azonban el kell kerülni. Ennek érdekében a marketing járulék címen megfizetett összeg levonható a bortörvény szerint megfizetett bor forgalomba hozatali járulék összegéből. Ez lehetővé teszi a bormarketing tevékenység hatékonyságának növelését, illetve biztosítja, hogy az ágazat szereplői számára a járulékfizetés maximális összege ne növekedhessen. A javaslat keretei között nincs szükség a bortörvény módosítására, és a vidékfejlesztési miniszter a felhatalmazások alapján a marketing járulék maximális mértékét is megállapíthatja. Az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény további módosító rendelkezései a fenti célok elérése érdekében határozzák meg a piacfejlesztési intézkedés végrehajtásának szabályait, a szabályok érvényesülésének garanciális elemeit.
A Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló 2010 évi 169. törvény, valamint a környezetvédelminek általános szabályairól szóló 1995 évi 53. törvény módosításának célja, hogy amennyiben környezetvédelmi bírság kiszabására olyan esemény miatt kerül sor, amely vészhelyzet